Jó napot kívánunk az Oltalom Rádió kedves hallgatóinak. Remélem, hogy valóban, ahogy az előbb elhangzott, itt maradtak velünk, mert érdekes témáról fogunk a mai keddi közéleti kóstolóban beszélgetni kedves vendégünkkel, Gilián Györggyel, akinek mindjárt elmondom a nagyon rövid bemutatását, de muszáj, hogy én is bemutatkozzam, bár már sokszor hallottak ebben az idősávban, én pedig Lendvai Ildikó vagyok. Nos, Gilián György a szakképzettségére nézve a nemzetközi jog jogásza és közgazdás, hosszú és szép szakmai karrierje van, de valahogy a végén kezdem azzal, amiért elsősorban kapacitáltam, hogy legyen a vendégünk. 2008 és 10 között Magyarország, a Magyar Köztársaság moszkvai nagykövete volt, előtte több kormány ideje alatt államtitkár, és egy időben volt a keleti gazdasági kapcsolatok kormánybiztosa is, aminek most a beszélgetésünkben a téma szempontjából szintén lesz jelentősége, hiszen ebből már kitalálták, hogy külpolitikáról, keleti kapcsolatokról, Oroszországhoz való viszonyról, és általában a magyar külpolitika, szomszédságpolitika, térségben betöltött politikai szerep mostani kérdéseiről. De mielőtt erre rátérünk, engedj meg személyes kérdés is, már csak annál is inkább merem erre fordítani gyorsan a szót, mert itt a beszélgetésben még a mikrofon bekapcsolása előtt pár perccel derült ki, hogy mi tulajdonképpen nagyon régen, még ifjúkorunkból ismerjük egymást, bár számomra fájdalmasan az is kiderült, hogy én pár évvel idősebb vagyok, de azért nem olyan nagyon különbözik szerencsére a generációnk. Ha már a magánadatoknál tartunk. Már régen meg akartam tőled kérdezni, de nem volt rá alkalom. Olyan érdekes neved van itt az előbb a kolléga, ahogy felírta, meg is kínlódott a helyes írásával, mert neked a neved közepén, a Gilliánban, az L után van Y. Tudod, hogy honnan ered ez a név? Igen, ez végül is egy tót név. Igen? Igen, csak a tótok ezt ékezet nélkül írják. Aha, Gilliánnak. Így már mindjárt másként is hangzik. Igen, így tényleg más szlovákosan hangzik. Végül is az édesapám korszakában egy ékezet került rá, és azóta így van minden ilyen hivatalos iratban, tehát már ő is így használta. Már és ő azóta, is így hívta magát. És ráadásul úgy, hogy Gillián, mert ezt egyébként ez eldöntendő, hogy ezt hogy ejti az ember. Igen, hogy ezt itt mondassa az L után, vagy el Y-nak. Egy rövid történetet még hozzá, amikor a nagyobbik lányom, a négy gyerek közül a nagyobbik lányom férhez ment, akkor ugye bejegyezték, hogy Tóth Gilián Júlia, ez az új neve. És akkor 3 hónap múlva kapott egy értesítést, hát nem jó a neve, mert maga nem Tóth Gilián, hanem Tóth Gillian. Közölték, és ezt milyen alapon állapították meg? És visszakérdezett, és ugye azt mondták az önkormányzatnál, ahol született, attól az önkormányzattól Budapesten, hogy hát megnéztük, és hát a anyakönyvekben pedig már neked ékezet nélkül van. Na most kénytelen. De közben neked meg már ékezettel így van, volt. Kénytelen volt, ugye, meg én is, egy névváltoztatási eljárás. Nem mondod, én hogy visszakerüljön az ékezet. 65 éves koromban visszakerült az ékezet, és ugye arra kötelezett a kormány megbízott, ugye ez a Budapest fővárosi kor, hogy akkor tessék névváltoztatási eljárás után most már minden okiratba átvezetni. De szerencsém volt, vagy a élet így hozta, hogy ezt nem kellett tenni, mert mindenhol ékezettel volt. Mert minden máshol. 65 éves koromban visszakaptam az ékezetet a nevemre. Hát ez érdekes. Igen, annyiban kicsit ismerős nekem a történet a saját nevemmel. Az én apám a Lendvait Y-nal írta, hogy joggal vagy nem joggal, nem tudom, de hát így használta az összes adataiban. De amikor engem 46-ba elvittek, pontosabban nem engem vittek, hanem hát igen, az anyakönyvi kivonatot ki kellett állítani, akkor ott mondták, hogy demokrácia van, nincs többet Y. Igen. És ezért ível jegyeztek be. Én nem izgattam aztán magam később. Jó, hát ahogy előbb mondtam, itt az Y az olyanokból került ki, hogy végül is Gillian, tehát tótul így, oszlovákul igen, így persze. Írják. Persze. De nagyon érdekes név. Jelent valamit egyébként szlovákul a szó? Nem, vagy nem, legalábbis nem tudod. Nem. Hát, vagy akkor inkább így mondom, hogy nem tudom. Igen, valaha biztos jelentett. Apukám a szarvasra való,
valósi, hát és érthető módon ott nagyon sok volt a betelepített szlovák. Igen, ott egy egész kolónia van, igen, persze. És nagyon finom kolbászt, mint tudjuk. Ez így van. Ez ugyan nem tudom, hogy a szlovákoknak, tótoknak köszönhető-e, vagy tőlük függetlenül. Belejátszik, igen. Erősen, igen, de gondolom erősen, a két hagyomány összejátszott. Mert hogyha azért Dunaszerda helyre, vagy arra a felvidéken részére elmegyünk, akkor olyan az ízvilág. Olyan a kolbász. Igen. Meg általában a konyha is nagyon hasonlít. Még egyetlen félig magán természetű kérdés, aztán utána tényleg a tárgyra fordíthatjuk a szót. Én azt látom, hogy te volt diplomataként nagyon aktív közéleti tevékenységet végzel, még azt is fölfedeztem itt különböző életrajzaidban kutakodva, hogy ebben még szociális tevékenység is belefért, hogy te az Angyalföldi Szociális igen. Egyesületnek is voltál, igen. vagy most is. Vagy most is vagy elnökségi tagja. És hogy segítsünk a kollégának a nevedet leírni, kezembe, vagy kezünkbe nyomtál az előbb egy névjegyet, ahonnan kiderült számomra, amit nem tudtam, hogy a Magyar-Orosz Művelődési és Baráti Társaság elnöke is vagy, ami ezekben az időkben különösen bonyolult feladat lehet, hogy noha agresszornak tekintjük Putyin Oroszországát, de azért az orosz kultúrát ne felejtsük el, és a kulturális és egyéb emberi kapcsolatokat továbbra is ápoljuk, majd talán, ha az orosz problémára rátérünk, erről is mondasz egy-két szót. De annak kapcsán, hogy te ilyen élénk és sokféle közéleti életet élsz, jutott eszembe a kérdés, hogy ti volt diplomaták, összejártok? Tehát van egy olyan társaság, ahol hasonló múlttal rendelkező szakemberek vannak? Sokféle gyülekezet van. Uh-huh. Van olyan, ami abszolút önkéntes és abszolút önszerveződő, ahol volt diplomaták, velem egykorúak járnak össze, és különféle szakmai témák, meghívnak szakértőket, vagy akár politikusokat, uh-huh. és akkor meghallgatják őket, és aztán tényleg külpolitikai szakmai témában vitatkoznak vele, vagy egymással. Tehát van egy ilyen is. De van több más olyan kör, amelyik nem a diplomatákra szerveződik, de van külpolitikai, mondjam, szekciója, és ott nagyon sok diplomata van, de nem uh-huh. csak, hanem kutató, tanár, politikus, tehát ott is külpolitikai. Tehát néhány ilyen többen is járunk, ami mindenképpen segíti, hogy így mondjam, a vitákban edződjön a érvrendszere, ami pedig a többi tevékenységet illeti, hát én nekem úgy hozta a sors, hogy miután nyugdíjba kerültem, akkor így mondom, ezek után. Azért ne felejtsük el, hogy ez 2010-ben volt, amikor történt egy komoly kormánysült rendszerváltás. Igen, én még nem sokáig, egy-két évig még Balkán gazdaság együttműködési témákkal foglalkoztam. Még azért dolgoztál külpolitikában, még foglalkoztattak, számítottak rá. Alapvetően inkább csak ilyen magamnak gyártottam tanulmányokat, mert nem volt rá. Használják. De még volt két éve a nyugdíjig, uh-huh. és közben persze már elkezdtem tanítani máshol. Uh-huh. És utána, amikor nyugdíjba kerültem, utána hiába kerestem meg esetleg egy-két közelebbi szakmai kapcsolatot, azért utolért mindenhol a mai kormányzat, nem engem, hanem akik alkalmazni fogajtottak volna, és itt nem nagyon hagyták, nem jött össze, ez uh-huh. a buli, tehát azóta, hogy úgy mondjam, keresőképes lennék. De, ha keresnének. Igen, de nem kereső foglalkozást. Éppen ezért rengeteg időm volt, amit aztán 3-4-5 egyesületnek az egyesületben működők közre ilyen-olyan minőségben. Ezek között van például a Kelet-Európai Üzleti Klub, van ez a Magyar-Orosz Művelődési Társaság, amit aztán van egy olyan ernyőszervezet, ami 21 kétoldalú kulturális egyesületet egyesít, a magyar-arabtól a magyar-japánon keresztül a magyar-kínai, magyar-orosz. Nem is tudtam, hogy van ilyen ernyőjel ezeknek a közösségeknek. Hát ez alapvetően nem tartalmi összehangoló, hanem inkább
inkább mi a facilitást, mi a anyagi, nem is anyagi, hanem az eszköz, a helyet és a kiszolgálást biztosítjuk, de anyagi jellegű nem csak ötleteink vannak, hanem abban is támogatást nyújtunk, sőt, programokat ajánlunk, szervezünk. És akkor emellett még van ugye a Angyalföldi Szociális Egyesület, amit nagyon fontosnak értékelek, mert Angyalföldön ez a tevékenység nem a, vagy nem csak a mi szociális egyesületünk miatt, hanem van egy széles és jól szervezett szociális háló, és erre a helyi vezetés, helyi politikai szakmai vezetés óriási gondot és anyagiakat igen, is fordít. Igen, ezért eredményes is. Hát mondjuk ezeket röviden, emellett, hogyha hívnak, akkor persze előadók is. És most hívtunk, ha nem is nagyon előadni, szépen köszönöm, hanem és köszönöm, elnézést, hogy nem ezzel kezdtem. Köszöntöm a hallgatókat, és megtisztelő a figyelmük. És reméljük, hogy nem csak a figyelmük megtisztelő, hanem hát le is vonhatnak majd egy csomó információt és tanúságot a beszélgetésünkből. Épp ezért rá is térek már a dolognak az érdemibb és szakmaibb részére. Többször emlegetted itt különböző funkcióidban a keleti politika szót, mostaniban is, meg régebbiben is. Az nyilván nem kérdés, gondolom én, hogy a kelettel való gazdasági kapcsolatok, hát létkérdés minden európai ország, Magyarország számára is, vagy számunkra különösen. De most, mintha nem csak gazdasági, hanem politikai, ideológiai programmá is vált volna a keleti nyitás gondolata. Hogy értékeled ezt? Miben változott a tartalma, és miben látod eredményét? Hát akkor mindjárt a közepébe. Vágjunk bele. Ez ugyanolyan látványtégség, mint nagyon sok más a jelenlegi kormányzat részéről. Ugye ez a, mert ez se nem keleti igazság szerint, de aztán végképp nem. Mert nem csak nyitás. Keletre vonatkozik, igen? Ugye ennek ezt végül is az a meggondolás hívta életre, ahogy én ezt felfogom, és ahogy én értékelem, tehát az a meggondolás hívta életre az Orbán Viktor fejében és a ő köreinek fejében, hogy a 2002-es választás után ők azért ugye nagyon átgondoltak mindent, személy szerint a mai kormányfő is, meg a csapata. Már hogy átgondolták, hogy miért buktak, hogy miért vesztettek, meg, így van, hogy miért vesztettek, és éppen ezért, ha visszagondolunk, és hát nálam, hogy így mondjam, nagyobb tudású és illetékes történészek ezt már részleteiben feldolgozták, de ugye a stratégiai kérdések mindegyikén fordítottak egyet. Inkluzíve azt, hogy akkor ők nem liberális párt, hanem konzervatív, keresztény, és amit akarunk még, inkluzíve a gazdaságpolitikai felfogáson, és beleértve, lehetne sorolni, beleértve a külpolitikai megközelítést is. És azt mondták, hogy szépen lassan, de meg kell szabadulni a külső békjogtól. Ezt kezdték az IMF-fel, Világbankkal, de mindjárt az elején emlékszünk, hogy a törülközőt bevágta azért a Brüsszel képébe is a kormányfő, meg a kormány, tehát mindjárt 2011-ben. És el is mondta, sőt, Párizsban ugye egy beszédében ezt mindjárt részletesen kifejtette, hogy hát ugye itt Oroszország, Kína, a felemelkedő Kína, azzal hosszú távon kell nekünk, Magyarországnak számolni, és két lábra kell támaszkodni. Ami nyilvánvaló, hogy azon a megfontoláson alapult, hogy ők azokat a kötelékeket lazítani akarják, nem tudni, hogy ennek mi a vége, már akkor se mondták meg senkinek, ma sem. Ehhez ugye külső, mint minimum látvány szövetségesre van szükség, de ha ennél több, akkor lehet, hogy jobb. Ezt így fogalmazom, hogy lehet, hogy jobb. Nem biztos, de lehet, hogy jobb. Tehát úgy ezen... érted, hogy akkor például Kína emlegetése, meg a keleti orientáció egy erős nyugatellenes tartalmat hordozott, tehát a kontrája volt teljesen mondjuk egy uniós közösségnek. Teljesen egyértelmű az elejétől fogva. Ugye ez több pázison ment keresztül, meg metamorfózison, ugye úgy hirdették meg, hogy keleti nyitás, ami olyan tekintetben nem volt nyitva, illetve nem volt igaz, hogy hát ugye gyakorlatilag Megyesi Péter miniszterelnöksége óta az előző kormányoknak volt egy erős
Hogyne, gazdaságpolitikai hangsúlyozom, tízszer, hogy gazdaságpolitikai. Én még emlékszem Megyesi Péternek a nagyon határozott kínai gazdasági kapcsolatteremtésére, meg is. De az tényleg gazdaságról szólt, hogyne. Tehát az arról szólt, most abban nem megyek bele, de majd érdemes kitérni, hogy annak ténylegesen voltak is eredmények. Majd beszéljünk erről is. De visszatérve erre, tehát ez kezdetben Oroszországra koncentrált, aztán ezt kiszélesítették ugye a fák térségre, ami nem nagy különbség végső soron, de alapvetően az oroszokkal való politikai, gazdasági kapcsolatok erősítésére irányult. 2014-től kezdve ez már, kicsit feloldották még szélesebb irányba, hogy Kína, de akár még más keleti térség. Aztán 2018-tól elszabadult ez a dolog, mert utána már lett mindenféle nyitás. Tehát ajtónyitástól kezdve a keleti, a déli, sőt lett nyugati, nem volt északi nyitás is, még maguk bele nem zavarodtak, mert végül is ezt akkor északi nyitás mit jelentett, a visegrádiak felé? Nem, Skandinávia. Tehát egy kicsit észbontó a dolog, de attól még így volt. De hát ennek most kevés nyoma. Igen. De hát, hogy még akkor vegyük az egyszerűbb részét, a gazdasági igazságtartalmát, ugye mindegy milyen vetületbe vizsgáljuk, de Magyarország szerencsére és hála Istennek a természetes üzleti kapcsolatoknál fogva, meg az üzleti partnerek természetes kötődésénél fogva, 2010 óta, amikor mondjuk az Európai Unió 80% környékén volt a magyar exportban, az importban egy kicsivel kevesebb, jelenleg 85% és 86%, tehát növekedett, nem csökkent, és ugyanúgy az importban is 82%, tehát mind a két irányba 2-3-4%-kal növekedett értékben a kereskedelmünk. Ami azt jelenti, hogy a világ összes többi részével. Tehát például, amikor azt hirdették, hogy déli nyitás, hát többször is a vicc számba ment, hogy az egész kvázi déli irányú, vagy a fejlődő irányú exportunk az 1-2% volt. Jézus, na most hát ezért volt, emlékszünk, milyen propaganda volt. Igen. De még egy szót vesztegetve arra, hogy ami pedig a keleti irányú dolgokat illeti, tehát 2002 és 2008 a világválság, a pénzügyi világválság bekövetkeztéig a magyar export Oroszországba, mint a legjelesebb piacba, akkor 400 millió volt körülbelül, mikor 2002-ben, amikor a Megyesi kormány került kormányra. Ez 2008-ra, pedig ott már az év vége már azért meglegyintette a külkereskedelmet, a válság, 2008-ra 3,7 milliárd euróra, tehát ez kilencszeres, egy kicsivel több, mint kilencszeres. Tehát akkor tényleg nőtt. Tényleges növekedés volt a magyar exportban, ami azért nem lényegtelen. Mert az import is növekedett, meg akkor is volt deficit, mert akkor is éppenséggel az energia árak eléggé fönt voltak. Volt, igen, az amplitúdó az éppen fönt volt. No, de tehát ott volt eredmény, meg voltak magyar befektetések ezekben az országokban, tehát az OTP, meg a Richter, meg a... Valóban terjeszkedni tudott. Azok ténylegesen befektettek, és ténylegesen terjeszkedtek, és realizáltak óriási eredményeket a cégnek ott és itthon. Tehát ilyen tekintetben és ehhez képest ők ma is jóval kevesebb a magyar export Oroszországba is. Most akkor vegyük azt a metszetet, ami még a háború és COVID előtti, még úgy is, nem hogy azt a 3,6 milliárdot, hanem 2-2,5 milliárd. Csökkent gyakorlatilag. Sokkal kevesebb. És tehát hogyha akkor... az egész fák térséget, hogy úgy mondjam, ez persze ma már egy fikció. Egybe vessük, amit hát nem de lehetne, hogyha, igen, de hogyha de az egész mégis fák térséget venné, akkor is kevesebb. Tehát ennyit mondjuk arról. Ami pedig szélesebb értelemben véve a keleti kapcsolatokat illeti, teljesen átalakult a tartalma a kormányzat alatt. Az exportról beszélnek továbbra is, de ott körülbelül ez a helyzet. Hát ott csökken, legalábbis nem nő. Igen. Viszont, így van, de semmiképpen nem nő, de csökken egyébként. Viszont ami pedig egy új vonás, hogy egyre nagyobb
ütemben, iramban vonják be, engedik be a keleti tőkét, mindenek előtt a kínait, de nem csak, hanem igen, a dél-koreait, máshonnan kevesebb a jelentkező, tehát azért ez érdekes, hogy mondjuk Japánból kevesebb a tőkebefektetés. Ez azért tanulságos. Vagy például mondjuk Maláziából, ahol szintén nagy a pénzbőség, onnan is jóval kevesebb, vagy óvatosabb. Szerintem miért? Ezek miért idegenkednek, ezek a valóban nagyon fejlett technológiájú és iparú országok? Nyilván nem vagyunk annyira versenyképesek, meg őnekik nincsenek se, mondjuk még Japánnak sincsenek olyan globál politikai és gazdaságpolitikai céljai. Magyarán ők nem akarnak politikailag terjeszkedni, szemben azért biztos, hogy nem. A kínai biztos, és hogy nem. Orosz tehát éppen befolyása. Ezért a kínaiaknak nem csak óriási a tőkebősége, hanem nekik az egész globuszra van tervük, hogy igen, hogyan terjeszkedjenek és igen, hogyan terjesszék ki. Hát épp ez a veszélyes. Ez nekik sok pénzt megér. Látjuk erre vonatkozó terveket is, amik azért kontinenseken átnyúlnak. És hogyha valahol találnak olyan politikai vezetést, amelyik affin az ő terveik fogadására, akkor nyilvánvaló, hogy oda mennek, oda visznek, nem ingyen. Tehát ez egy rendkívül fontos dolog, hogy nem ingyen. Igen, sőt, erről majd beszélünk sok mindenben, úgy látszik, hogy inkább, ha csak a gazdaságot nézzük, inkább nekik hasznos, mint a hát magyar igen, ez egy, igen, így van, jelen félnek. Pillanatban legalábbis hát egyelőre nem tudjuk, hogy lesz. Azt lehet tehát mondani, hogy amit a keleti nyitás jelent, az kezdetben egy gazdasági ígéret volt, de az nem valósult meg, viszont megvalósult, vagy legalábbis igen, alul teljesítve valósult meg, mert a kapcsolatok gazdaságilag, ahogy elmondtad most, volumenben, értékben igen, nem nőttek. Politikailag, ideológiailag viszont volt egy nem veszélytelen kapunyítás. Én ezt teljesen abszolút egyetértek ezzel az olvasattal, a tények ezt bizonyítják, tehát ezért mondtam, hogy ez egy látványpékség, ahol a gazdasági nyitás, a keleti nyitás, kvázi a gazdasági oldalát hangsúlyozva, nem az lényegében, hanem egy ideológiai politikai nyitás. Így van. És ebben a tekintetben nem véletlen, hogy ennek a tengelyében vagy a központjában ugye Oroszország és Kína áll. Hát ez ideológiailag azért, hogy mondjam, előjeles orientáció, tehát nem véletlen. És ugye még az is érdekes, hogy Oroszországtól mondjuk az energiahordozókon kívül mást gyakorlatilag gazdaságilag nem tudott kapni Magyarország. Meg nincs is más a tálcán, ma sem, meg nem is épp volt. Azt akartam kérdezni, hogy ha olyan fontos volt nekik a keleti nyitás már a magyar kormánynak, akkor miért nem igyekeztek egy kicsit jobban, hogy ennek a gazdasági értelme meglegyen? Azért, mert nem volt, ez most az oroszokra igaz, Kínára kevésbé, nem volt igaziból kínálat, tehát nem tudott az orosz gazdaság más területet az energián kívül fölkínálni? Vagy hát, mitől van ez így? Több oka van, ez az egyik, hogy az energia és részben a nyersanyagon igen, kívül kevés a korszerű gép technológia. Tehát nem tudott az orosz gazdaság ilyet kínálni, de nekünk ugye a másik fel, amiről előbb beszéltem, most csak egy mondattal utalok, hogy az export igen, piac az nagyon fontos lett volna. Na és akkor na, azt miért nem? Hát az... De az sem ment. Ami, pedig ami, lett volna ami a Covid előtt, ugye azért nem voltak ők olyan recesszióban, hogy ugye nem volt, amikor 2-3%-kal növekedtek, volt, amikor... Jó, de hát azért az exportnak lett volna kell ez egy olyan kis kínálatnak, mint a magyar export. Ez egy hatalmas piac. Hát az nem lehet akadály. Igen, hát el kellett volna, egyfelől, hogy férjünk. De... Amit tudott kínálni, azt ugye használtunk, tehát energia nyersanyag, pénzügyi segítséget végül is egy... általában nem tudott volna, nem tudott nyújtani, kivéve azt az egyet, amihez hozzátett nagy pénzt a Pakshoz, de ezt ebben most nem kezdek bele, majd ha lesz idő, visszatérünk. Kína az egy más, egészen más eset. Igen. Ugye a export tekintetében ugyanaz, mint az orosz, mert oda se tudtunk exportálni erőteljesen növekvő világos mértékben, ám de bár a kínaiak azt a lehetőséget kihasználták, és felerősítették, ami egyébként előtte is igaz volt, hogy állandóan deficites volt a magyar
külkereskedelem Kínával, tehát azon az előző kormányaink hát se tudtak ennyiben a segíteni. Kínaiak voltak az ügyesebbek, vagy több mindent versenyképesebbek, tudtak kínálni. Így van, nagyobbak versenyképesebbek, mert hát olyan költségszinten dolgoztak hát akkor is, a tömegáruban, hogy itt Európában, pláne Kelet-Európában nagyon versenyképesek voltak. Aztán azóta följött ugye a technológia is, akkor még nem az elején, de azóta följött. De azóta már, igen? Igen. Azóta plusz már ugye nem csak a tőkeerejük is megtöbbszöröződött, tehát azért ők három dolgot tudnak, most csak hirtelen felsoroltam, amiben bárhova a világon, mondjuk a legfejlettebb országokat kivéve, ott nem mind a három érvényes, de az összes többi irányba ezt a hármat és tudják. Mi ez a három? Hát az olcsó fogyasztási cikk, igen, a technológia, meg a tőke. Ja, igen, tehát már mind a három megvan, igen, a technológia, igen, igen, is. És ebbe ugye lépdelnek kisebb-nagyobb léptekkel előre, tehát nézzük meg Afrikát, ahol a legnagyobb befektetők, és övék a jövő, egyelőre úgy néz ki, mert a versenytársak lemaradtak, akár az Egyesült Államok, akár Európa, akár Oroszország, de hogyha megnézzük a Balkánt, ha megnézzük itt Közép-Európát, hát ott a kínaiak erőteljesen mozogtak, igen, és hát néhány helyen már olyan kulcspozíciókat is szereztek, nem döntőt, de hát Montenegróban, egy picurka ország. Na de ott tudjuk, hogy mi történt, igen, tehát igen, ott persze, nagyon komolyan betették így a lábukat. Így van. És ugye ők máshol is ugyanezt csinálják, tehát Macedónia, Magyarország, hát nálunk ugyanígy. Tudjuk a példákat, van, persze. Még akkor is, ha nem valósult meg az a projekt egyelőre, nem kérdés, hogy meg, bármikor az meg lesz, na de hát más ágazatokban. Hát akkor máshol meg lesz így helyette van, sok minden. De mondd, nagyon átvezett a következő. De még annyit szerettem volna, elnézést, hogy tehát ami itt a motiváció volt, és visszanyúlok az első mondatomra, hogy itt az elfordulás, vagy a szabadulás, igen, a kötöttségektől, az politikai megfontolás volt, ideológiai megfontolás volt, és végig ez van az alapjában. És a többi kevésbé érdekli őket ezek alapjába, és ez viszi előre a dolgot. Lehet, hogy még vannak más megfontolások is, de most nem megyünk bele ezekbe. Ez a lényeg, igen. Tehát magyarán a keleti nyitás célja, nem akarok rossz szójátékot alkotni, de inkább a nyugati zárás, tehát a nyugat felé való kevesebb kapcsolat, ha nem is zárás vágyából eredt. A nyugati kapcsolat biztos nagyon megfelel. Ne, ha ez nem járna kötöttségekkel. Pontosan. Igen, akkor korrigálom magam, mert inkább arról van szó, hogy a keleti nyitás mögött az van, ahol semmilyen elvárás nem támasztanak a magyar politikával, irányítással szemben, oda hát szívesebben nyitnak. Mint látjuk, azért egyre inkább ott is támasztanak, mint ahogy ez szokott lenni. Hát mindenek ezt látjuk az orosz kapcsolatban például, de mondjuk hitte azt a magyar kormány, meg annyiban hihette is, hogy az Orbán kormány politikai gyakorlatának mondjuk antidemokratikus részét nem fogják keletről kifogásolni. Az biztos. Még nyugatról, az Európai Unióban. Hát ez itt a motiváció. Így van. Tehát inkább belemennek esetleg más kötöttségekbe. Pontosan. Amiket én Magyarország jövője szempontjából aggasztóknak tartok, de hát ezt a kormány másképp gondolta. Hát azért, hogyha egyszer a Európai Unió tagja vagyunk, nemzetközi jogi kötelezettségek komplex rendszerével és gazdasági előnyekkel, amiket sehol nem kaptunk meg eddig az életben, és ott vagyunk egy euróatlanti katonai biztonsági, igen, szövetségben, ahol... És hasonló biztonságunk se volt korábban van, az életben. Így van, akkor egyszerűen érthetetlen, és... Hogy miért játsszuk ezt? Hát, nem is igazán, igen, megmagyarázható, hogy miért kell, akár kifelé tekingetni lehet, nem ezzel van a gond, hanem azzal, hogyha itt bevállalunk akár gazdasági, akár politikai függőségeket vállalunk be. Függőségeket vállalunk be, ez aggasztja az embert. Ahogy Kína gazdasági, technológiai és tőkeellátottságban való rohamos emelkedéséről beszéltél, adódik a következő kérdés. A világ
hány pólusú, milyen szerkezetű és milyen lesz. Ugye amíg az Egyesült Államok és Szovjetunió voltak a vezető hatalmak, addig beszéltünk kétpólusú világról, aztán a Szovjetunió szétesésével, egypólusúról, és most meg egyre inkább látszik, ezért volna értelme egy valódi keleti nyitásnak, de akkor egy valódi gazdaságinak, mert egyre inkább látszik egy többpólusú világ kialakulása. Ezt hogy látod? Hát ebben már benne vagyunk. Vagy nem is látszik, hanem van. Így van. Tehát itt ez persze itt megoszlik azért akár a tudományos, akár a politikai közvélemény, de nem tagadható, hogy mint minimum ennek a folyamatnak a része vagyunk, és ebben benne vagyunk nyakig. Egyesek úgy értékelik, hogy ez már nagyjából egészében végbe ment, hát ezt majd utólag lehet megítélni, de az tény, hogy ma már nem lehet arról beszélni, hogy kizárólag az Amerikai Egyesült Államok a világ közepe, és ő diktál politikailag, katonailag, gazdaságilag. Tehát erről így biztos nem lehet beszélni. Olvassuk a napi sajtóban, és ma már közhely, hogy Kína gazdaságilag gyakorlatilag megközelítette, behozta az Egyesült Államokat. Katonailag ez még a, hogy úgy mondjam, még egy-két év. Na, egy évtized. Vagy nem tudjuk, amire, nem tudjuk, de azért a katonapolitikai szakértők azt mondják, hogy körülbelül egy évtized. Ha sincs messze, mert ha visszagondolunk, hogy 30 évvel ezelőtt, tehát a rendszerváltás korában senki nem gondolta azt, hogy Kína idáig följön. Sok tudós mondta, kevés politikus hitte el. Ez így van, nem volt benne a politikai köztudatban. Akkor akár még lehet is úgy, hogy 10 év múlva katonailag is. Ami a kínai szándékokat illeti, az egyértelmű, hogy így legyen, de ez egy dolog a szándék kérdése. De mindent megtesznek azért, hogy ez így legyen. Három, hogy technológiailag egy óriási birkózás folyik a két hatalom között, és hát ezt ma nem lehet eldönteni, hogy most éppenséggel akár csak ma is melyik a potensebb, és hogy melyik kerül ki győztesen, ha így lesz. Na most a vetélkedés ehhez, van, reméljük. Ehhez képest ugye én azt mondom, hogy meg vannak többen kutatók, akik azt mondják, hogy 2,5 szuperhatalom van ma, tehát minimum 2,5 centrum, ha a fél centrum, ugye az egyik, ez a kettő, amiről beszéltünk, plusz egy féllábú óriás, mert óriás az Európai Unió. Igen. Mert ott hiányzik a katonai, biztonságpolitikai láb. De hát együtt azért az egy nagy közös piac. Hogy ne, de azért ez a háromszög. Ez a háromszög van. És ehhez jönnek még nagy hatalmak, akik, hogy úgy mondjam, egy második sor, egy második vonal. Hát ott jön például India. India, Brazília, Oroszország, igen. Gyakorlatilag az a BRICS, kivéve Kínát, ami van is egy ilyen társulat, igen, ugye, igen. Mint tudjuk, azok mindegyike ide tartozik. Világos. Törökországot vígan ide sorolom, sőt egyre inkább oda kell majd sorolni. Tehát van 6-8 ország, amelyik itt van ebbe a második vonalba. Ezeket nem lehet kifelejteni a hatalmi játszmákból, a hatalmi tervekből, tervezésből, és ezt a világpolitikai centrumokban ugye magukhoz akarják nyilván kapcsolni szövetségesként, ja, a Szaúd-Arábiát kifelejtettem. Ja, igen, tényleg. Nagy hatalom. Szóval ilyen tekintetben sokkal-sokkal bonyolultabb, mind a politikai, mind a gazdasági, mind a technológiai, tehát ezeken a pályákon folyik a küzdelem. Én ezt sokszor úgy fogalmazom, hogy ez pont olyan szituáció, vagy sajnos, mint az első világháború előtt. Tehát bizony itt a nyersanyagokért, az energiahordozókért folyik egy hatalmi küzdelem. De nem csak ezekért, hanem a technológiáért, az emberekért, a munkaerőért, mint minimum ezért a négyért. Meg a piacért, igen. Ennek következményeként most már területekért is. Ezek a konfliktusok, hogy úgy mondjam, nem egyedi ilyen tekintetben a magyaruk, illetve az orosz-ukrán konfliktus. Tehát ez ebbe vígan beleilleszkedik. Majd más kérdés, hogy mi, ha rátérünk erre azért még, de attól még ilyen konfliktus, ha nem ilyen nyílt,
De van. Csak reményeink szerint övezet. Nem háborúval rendeződik. Azt nem tud, én nem tudom, de reméljük, reményeink szerint. Igen. De hát a Közel-Kelet az egy... Hát az egy puskaporos hordó, mindig is az volt. A Balkán nagyon-nagyon, még közelebb van, mint Ukrajna. Így van. És ott már azért volt, hogy robbant az alőporos hordó. És az is az, mert ott van az Egyesült Államok, nézzünk csak Koszovót, Albániát, így van. Belül kik irányítják. Ott van Oroszország, hogyha egy országgal arrébb menjünk Szerbia felé, de akár Montenegró felé. Ott van, ha Bosznia-Hercegovinát veszem, ugye az iszlám, és ott van Törökország nyakig. És Kínát említettem már. Igen. Na, tehát, és az Európai Unió, akinek hát a kezébe mondtad, volt az a fél. Akinek a kezébe minden. Volt a lehetőség, hogy a Nyugat-Balkánt úgy ölelje át, hát hogy az ténylegesen, így van, hogy ténylegesen ő mutasson példát politikai, gazdasági rendszer. Úgy érzed, hogy a bővítés elmaradása? Én sokkal, én korábbra teszem, tehát ezt meg kellett volna tenni a Balkán háború idejében. Tehát sokkal hamarabb, mert gyakorlatilag ott azt majdnem mindenki, sőt, úgy inkább azt mondom, minden nagyhatalom kieresztette a kezéből. És későn ébredtek beleértve az Európai Unió, akinek a szerves hát nekünk Európa. Volt itt a szomszédságunkban. Pontosan, tehát annak kellett volna lépni. Ehhez képest persze az is történelmi késlekedés, hogy azóta nem lépett az Unió nagyvonalúan, hát sok pénzt áldozva, de hosszú távú békét és stabilitást teremtve. És akkor nem lenne itt kérdés se Szerbia, se a többiek. Macedónia és a többiek. Na most ez csak annak kapcsán ugye hoztam föl, hogy konfliktus övezet van több is. Igen. De én még, hogy úgy mondjam, a Dél-Amerika északi részét is ide hát sorolom. Ez így van, ha tőlünk messzebb is van. Akkor is tehát egy komoly konfliktus. Ez az alaphelyzet, amikor arról amikor beszélünk, hogy sok pólusú lett a világ. Igen. Hogy ezért... Ugye több konfliktust is jelent. A harc az erős, sok konfliktust jelent, és hát ebben kell nyilvánvalóan a kis országnak, vagy egy közep, nem kis ország, közepes országnak, mint Magyarország. Plusz még egyet megemlítenék, hogy hát arról kevesebbet beszélünk a közbeszédbe, hogy ugyanakkor van egy olyan jelenség, hogy hát van 5-600 olyan transznacionális vállalat a világban, akik fittyet hányva, egy idézőjelbe, ezekre a birkózásokra az államok között, persze ezt túloztam, hogy fittyet hányva, de hol kihasználva, hol nem törődve, a saját birodalmukat építették múlt időben ki, megépítik, akiknek nem számít. Igen. Az amerikai, az Európai Uniós jogrendszer, nem számítanak a területi, elhatárolódások. Igen, nekik a határok szentsége az nem így olyan, van. Mint ahogy és az európai és ezek, ezek a transznacionális vállalatok gyakorlatilag a maguk világát építik ki egymással birkózva. És ott is folyik egy gazdasági háború, persze. És hát ami igen. A politikára, tehát nyilvánvaló, hogy ezeknek a diktátuma az egyes nemzetállamokban is érvényesül. Hát, hogyne? Meg a szövetségekben is érvényesül. Igen. Ezt ma még mondom, nem elemezték ki kellően, mert ez sokkal látensebb. De igen, attól még, de attól hát még... őszintén szólva, amikor nálunk Magyarországon állandóan azt hangsúlyozza a kormány, hogy a nemzetállamok szuverenitása a lényeg, akkor nem néz, most sok mindennel nem néz szembe, de azzal sem, hogy ezt a szuverenitást már régen, vagy legalábbis a szuverenitás régi értelemben vett határait, már régen átírták, áthatolták, átrajzoltak a gazdasági hatalmak. A transznacionális vállalatok, igen, tehát akik úgynevezett multik. Igen. Igen, de ez ellen nagyon-nagyon gyengéden lép fel akár az Európai Unió. Hát de Magyarország meg még gyengébben, mert hát mi még, hát persze, mi még ugye adóviszonyokban se voltunk hajlandóak arra, icipici megfékezésre, de, amit de, az Unió kívánt. De ahogy úgy mondja, az Egyesült Államok is gyenge ebben. Igen. Hát mert nyilván nagyon sok helyen közvetlenül összefonódik a igen, politikai és a gazdasági hatalom. Pontosan egyetértek, erre utaltam, hogy gyakorlatilag ezek behatoltak igen, már a jogalkotásba, az állami adminisztrációba és sok minden máshová.
Térjünk rá az orosz múltadra, és az, már úgy értem, hogy a tapasztalataidra, és arra a jelenre, amiben élünk. Az jár a fejembe, hogy amikor Orbán szemére szokták hányni ellenzéki, vagy akár nem is ellenzéki elemzői körökből a Putyinnak való túlságos kiszolgáltatottságot, te is utaltál rá, akkor mindig azt szoktuk visszakapni, hogy de hát Gyurcsány is, meg az Medgyessy is barátkozott Oroszországgal, Putyinnal is. Te 2008 és 10 között voltál kint. Nekem itthonról az az emlékem, hogy az egész nyugat Putyin föltüntét hatalmának kezdetét azt egy inkább pozitív reformkorszaknak látta, tehát hogy úgy véltük itthonról, hogy ez azért az orosz nyitásnak lesz egy talán sikeres etapja, korszaka. És aztán, hát ma meglátjuk, hogy mibé fordult ez át. Te azt a Putyint láttad Oroszországban 8 és 10 között, mint amit most látunk, vagy hogy van ez, hogy alakult át? Szóval itt két összetevőt, ezt majd másodikként venném, amit most felvetettél. Előtte inkább arra térnék ki, hogy hát ugye a Medgyessy Gyurcsány kormány időszakában ott egy tehát Oroszországban egy építkezés folyt, volt, amikor erőteljesen, volt, amikor 8-10%-kal nőtt a gazdaság, aztán, uh-huh. aztán egy kicsit kisebb ütemben, de ott egy, de azért növekedés volt, ott mindenek előtt az olaj ár boomnak köszönhetően, igen. ugye akkor ment a gazdaság. Így van. Éppen ezért több keresnél valója volt a magyar cégeknek is ott. Hogy? Éppen ezért a magyar kormány azt mondta, hogy kérem szépen próbáljuk meg ezt használni, kihasználni, és csak és kizárólag gazdasági megfontolás vezényelte az akkori kormányzatot, hogy nekünk hát, egy normális politikai párbeszédünk legyen, hangsúlyozom, politikai párbeszéd normális, egy regionális hatalom vezetésével. Világos. Az, hogyha valaki azt mondta, hogy barátkozás, akkor ez súlyos tévedés, még akkor is, hogyha a tévében megjelentek olyan képek, de hát ez vele jár a amikor mosolyognak, amikor együtt vacsoráznak, sőt, tovább megyek család. De ez bele szokott járni a kapcsolatépítésre. Tehát ezt megnézik a nyugaton, sőt, osztrák, német, francia, olasz vezető politikusokkal, tehát egyes számú politikusok és Putyin között ugyanilyeneket találnak. Persze. És csak hát ezt nem kell a sívszerelem jelének venni. Mint hát. Hogy nem is volt az. Hát persze. Tehát az egy gazdasági építkezés volt. Az, ami később folyt, arra mondom azt, hogy ott is két fél kell hozzá. Az egyikről már beszéltünk, hogy milyen megfontolások alapján idézőjelbe nyitott gazdaságilag, de igazán politikailag az Orbán és az Orbán kormány például Oroszország felé. Tehát az nem más, mint hogy ő azt a politikai rendszert, azt a hatalmi struktúrát, azt igenis úgy gondolta, hogy az nagyon is megfelelő lenne neki. Bizonyos szempontból példának is tekintette, vagy olyannyira, tekintik egymást, igen. Olyannyira, hogy amikor 1999 novemberében ugye kim volt Péterváron, a Egységes Oroszország kongresszusán, és volt egy nem négy szem közti, mert volt azért, aki és írta ezt a beszélgetést. Hogy ez volt a váltás, igen. Az volt a váltás, csak ugyan, mert igen. azt a jegyzőkönyvet, ha valaki elolvasná, vagy elolvassa, megfelelő helyen el lehet olvasni, akkor abba ott expressis verbis kijelentette, hogy mi nagyon jó kapcsolatot tudunk teremteni, sőt, én példaképpen megtekintem az önrendszerét, és mondta azt Orbán, mondta a Orbán a Putyinnak, mondom, pedig 99 azelőtt egész másokat mondott, pontosan. Hát ezt tudjuk. És ezt szeretném megvalósítani. És tulajdonképpen ezután hát akkor ezt ki is mondtam, miről beszélünk. Elég sok tekintetben ezt át is vette fokozatosan, most már teljes egészében. Ugye természetesen Oroszország az hagyományait tekintve, történelmi fejlődését tekintve azért más, mint Magyarország. Azzal együtt, hogy a demokrácia deficit az Magyarországra is jellemző volt. Is.
Igen. A történelemben. Hogyne, persze. Oroszországra még inkább talán persze, az ő igen. történelmükre, de olyan tekintetben, hogy úgy mondjam, amikor azt mondjuk, hogy hogy viseli el az az ország Putyint, akkor hogy viseli el a mi országunk Orbán? Tehát ezek nagyon komoly kérdések, mikor magunknak föltesszük. Én ilyet nem ismerek kérdezni, vagy nem ismerek szörnyűködni, hogy az oroszok hogy bírják, mert hát hiszen mi is bírjuk a magunk talán icipicit kedvezőbb történelmével. Hát igen, tehát úgy, ahogy nem bírjuk, de ez van, mert azért a többség, igen. az itt is, nem a többség, hanem a, aki elegendő, hogy a parlamenti többséget igen, biztosítsa. Igen, így elnézést. Igen, nem a mennyiségi többség. Ott a többség egyébként. Ott igen. Tehát, ez a különbség. Ez azért fontos különbség. Tehát visszatérve, nagyon sok mindent vett át a politikai rendszerelemekből, az autokratikus rendszer kiépítése tekintetében, de hozzá kell tennem, hogy ez nagyjából azért egy kölcsönös dolog, mert a magyarországi gyakorlatot igen. azért élénken követték. Hogyne. Oda át is, és hogyha néha volt olyan, ami... Néha nehéz eldönteni, hogy hol volt előbb mondjuk a melegek diszkriminációja, igen, igen. hol volt előbb a civil szervezetek üldözése, igen, igen. a sorosozás. Tehát itt egy iteratív kapcsolat igen. van a módszerekben, meg a hatalmi gyakorlatban. Itt tartunk. Arra nem feleltél még, persze nem tudom, hogy lehet-e felelni, hogy Putyin hatalomgyakorlása változott-e az idővel, ja, vagy igen, csak igen. nekünk illúzióink igen. voltak kezdetben? Én úgy gondolom, hogy olyan tekintetben két korszak, tehát 2000 után ő neki ki kellett építeni azért, és meg kellett erősíteni a hatalmat. És ugye ott egy jó ívű gazdasági fejlődés volt, de emellett voltak a politikai rendszer és az államhatalmi rendszer kiépítésében lépések, amelyek nem voltak olyan demonstratívak, de már abba az irányba mutattak. Hát és hát ne felejtsük el, hogy a politikai versenytársak, az oligarcháknak a kivonásában, vagy éppen pacifikálásában akkor egy döntő. De arra szükség is volt, tehát okay, gondolom én csak azt mondom, hogy tehát az a rendszer, jelen. Tehát igen. annak az az időszak az elsődlegesen erős inkább volt. Egy gazdasági, vagy általában építkezés, gazdasági, szociális igen. építkezés volt, de egyben párhuzamosan ment a politikai versenytársaknak a kivonása, pacifikálása is, meg kis lépésekben a rákövetkező évtizedben ez, miután az első az nagyjából egészében azért sikeres volt, akkor ez elment egy erőteljesebb építkezés irányába, ami megjelent a 2012-es választásokon, igen. amikor, hát, hogy úgy mondjam, sok mindent kellett azért tenni, hogy ezt nyertesen sok minden nem szép dolgot kellett tenni, tudják kihirdetni, és éppen ez egy nagy tanulság volt ahhoz is, hogy itt most akkor szépen fogalmazom, következetesebben kell neki haladni azon az úton, hogy a saját hatalmát megszilárdítsa. Nagyon eufémisztikusan szépen fogalmaztál, igen, mert igen, aztán igen. a következetességben már hát ugye beleférnek az ablakból való kizuhanásoktól kezdve az ellenzékkel. Én ilyen szélsőségekig csak azért nem emlegettem, mert hát... Hát ezt tudjuk, ez ismerjük őket. Igen. Egyébként megint egy kicsit privát kérdés, te hogy érezted magad 2008 és 10 között Moszkvában, nyilván nagyon érdekes élet volt mindenképpen. Azt látom, hogy az orosz konyha iránti vonzalmad, vagy családi vonzalmatok megmaradt, mert láttam, hogy valami orosz vacsora estet is védnököltél, tényleg jó az orosz konyha. De milyen volt az életetek, tehát a közérzeted hát, milyen hogy volt ez most már, ez már nem politika. Nem, persze. De én életem egyik kellemesebb szakasza volt, tehát előtte ugye az állami igazgatásban voltam végig, és hát... Hát az nem ilyen izgalmas nem. azért, vagy nem látványosan izgalmas. És ott azért más volt a életrend. Moszkvában is kellett reggeltől késő éjszakáig dolgozni, de az sokkal színesebb volt, és sokkal több volt az ismeretlen dolog, amit meg lehetett ismerni a kultúra terén mindenek hát előtt. Hát hogyne, tehát egy hihetetlen gazdag kultúra. Tehát az építészet, az építészettől az etnográfiáig. Hát és csodás irodalmuk, zenéjük, képzőművészet. Így van, addig be. És éppen ezért én két dologra fókuszáltam, mikor kint voltam
miután a politikai kapcsolat tekintetében sok dolog nem volt, tehát ott az, hogy normál dialógus legyen, az a normál életrend. Ezért a gazdasági kapcsolatok és az üzleti kapcsolatok intenzifikálására, és nekem mindig meggyőződésem volt, hogy ennek az elősegítője mindenek előtt a kultúra. Ebben tehát az, nagyon hogy, igazad van. Tehát az, hogy itt megismertessük Oroszországot, a mai Oroszországot. Kicsit jobban meg is érti. És visszafelé. És ez a kulcs, hogy ha már hajszállal, kettővel jobban értik egymást, az egy picivel nagyobb a bizalom. Tehát éppen ezért a másik a kultúra volt, és hát ilyen tekintetben azért sok olyan rendezvényt csináltam, beleértve a magyar kulináris dolgokat, meg magyar divat bemutatókat, meg a Benko Dixielandet kivittük, úgyhogy volt néhány. Tehát te is megismertetted a magyar kultúrát. Hát amennyire volt anyagi lehetőségünk, amennyire a szponzoráló cégek ezt lehetővé tették. Értem, ezek azért érdekes évek lehettek. Hát most viszont itt vagyunk egy sajátos magyar külpolitikai helyzetben, az orosz-ukrán háború tényleg nehéz körülményei között. Én, aki nem vagyok külpolitikai szakértő, megmondom őszintén, a háború kirobbanásakor azt hittem, hogy Orbán most be fog igazolni az Európai Unióba. Tehát, hogy inkább közeledni fogunk, mert hát egy háborúban valahova végül is állni kell, ott azért a pávatánc nem folytatható a végtelenségig. Nem ez történt. Hogy mi történt, azt tudjuk, azt nem kívánom, hogy elmond nekünk újra, de szerinted változhat a pozíciónk? Lehet-e örökre így egyensúlyozni az oroszok és az unió között? Ez csak a gázügyek miatt van, vagy mi lehet ennek a perspektívája? Hát én kezdem a végén. Én szerintem ez nem az energiahordozó miatt van, mindenek előtt azért, mert főleg, ma már... hogy semmit nem teszünk a függőség leépítéséért. Pontosan, mert ma már technikailag megoldott az, hogy akár földgázt, akár kőolajat, akár áramot sok oldalról tudunk behozni. Mások meg is oldották Európában. Így van. De nálunk is megoldható lenne. Nyilván ez nem máró hónapra megy, hanem három, négy év. De ezt, ha elkezdtük volna, akkor már ott tartanánk. De soha nem késő elkezdeni. Tehát nem emiatt van, hanem feltehetően ugyanazok miatt, a politikai megfontolások miatt, amiről többször beszéltem. És ezekből már valószínűleg teremtődött egy olyan kiszolgáltatottság, nem akarok ilyen romantikus összeesküvés elméleteket mondani, de ez a logika már kiszolgáltatottságot is teremtett az Orbán kormány számára, tehát nem is lenne könnyű ezt lassítani. Én úgy mondanám, hogy ez egy kiélezett vagy szorult helyzet. Igen. Kiszolgáltatottság, akár így is lehet. De inkább... Mondjuk egy csapdahelyzet. Csapdahelyzet, így igaz. Inkább. Ezt én nem tudom, hogy meddig lehet folytatni. Én szerintem nem sokáig. Tehát, de azért azt is lássuk, hogy ugyanakkor, amikor ő nagyon élesen fogalmaz ukrán-orosz konfliktus, vagy az orosz invázió tekintetében, akkor ugyanakkor a NATO-ban aláír fegyelmezetten, és az EU-ban is, tehát ez a kettős igen. beszéd esete, igen. De ezzel együtt nagyon leszűkült a mozgástere, tehát itt igen. fájhat tehát a feje. Fájhat a feje, és nekünk is, mert azért a, hogy úgy mondjam, a bot végén mi vagyunk, lakosság, magyar lakosság. Hát igen, ez az igazi baj. Egy utolsó fél kérdés, de az tényleg csak fél kérdés, aztán majd máskor folytatjuk a hajlandó, vagy visszatérni valamikor hozzánk. Te a Kelet-Európai Üzleti Klub vezetője is vagy. A kelet-európai kapcsolatokba pedig hát beletartozik nyilván a szomszédság politika és a szomszédországokkal való itt gazdaság. Két gondolatot, ha szabad mondani ehhez. Igen. Csak azért, mert tényleg az időnk végére járunk. Az egyik az, hogy ami a gazdasági kapcsolatokat illeti, a Balkán irányában, sőt, a szomszédainkkal úgy növekszik a kereskedelem, meg a üzleti kapcsolatrendszer, hogy ma Németország 25%-ot képvisel a külkereskedelmünkben, a szomszédos országok az 22 és felett.
Tehát gyakorlatilag azonos súlycsoport. Hát a súlycsoport azonos, ezek persze önálló szuverén országok, de egy kivételével, kettő kivételével, Ukrajna, Szerbia, uniós tag. És ezek a legnagyobb partnereink, az első tízbe ebből Szerbiát kivéve mindegyik benne van. Tehát nem Kína van, meg az Egyesült Államok, hanem ezek. Tehát ez a valóság. Ez a valóság. Viszont ha azt nézzük, hogy a politikai kapcsolataink hogyan alakulnak, hát azt én egy kicsit zsákutcásnak érzem, mert azért ennél sokkal kooperatívabb, sokkal nagyvonalúbb, sokkal kezdeményezőbb, kreatívabb politika. Ez viszont jó lenne az országnak. Ez az országnak nagyon jó lenne. Igen. Nagyon megköszönöm Gilián Györgynek, hogy ennyi mindenbe beavatott minket, és lehet, hogy szabadon foglak, hogy amiről most nem tudtunk részleteiben beszélni, többek között épp a szomszédos kapcsolatokról is, kelet-európai kapcsolatokról, meg hát nyilván alakul a háború és az orosz viszony is, hogy egyszer ezekről még legközelebb beszélhetünk. Szívesen, ha hallgatókat érdekli, akkor igen. Reméljük, hogy érdekli. Engem nagyon, úgyhogy nem úszod meg. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Júli.